Hello, hello, szevasztok! Ó, fasznak, de ki vagyok én, kurva életben. Csinálom, csögél, hello, mindjárt csak egy apró kis apróság elfelejtődött a mai nap. Ez pedig, hát, a kamera profil betöltése, mint olyan. Ugye ez egy nagyon fontos mozzanat. Hát ez a sok meló az informatikusnak az a helyzet, home office-ban nyomja itt reggeltől estig 24 órában, kiég a gecibe. És így néz ki egy kiégett informatikus. Jaj, de jó. Na mi a helyzet? Hogy vettök? Hogy telt a kedd? Hogy van a keddi nap? Fremengil. Jézusom, mondd csak nyugodtan, Gil is jó lesz. Ó, fucker. Na mindegy, indítsuk azt a játékot, azt nézzük meg, mi vár ránk a gáton. Gordon Gátőr akcióban. Na, Mizu van, meséljetek valamit. Meséljetek. Rajtam maradt a pulcsi. Lazába tolom. Már most elzárom a radiátort, még mielőtt megsülöm magam. Még a Steam sem ment. Ilyen felkészült vagyok, ebben a pillanatban ültem le a gép elé, mindent. Tehát előbb elindítottam a streamer gépet, és nyomtam be a streamet, mint hogy ide ültem volna eleve. Tehát az intro az már ment, én még mindig kim voltam. Tehát, hogy így össze kell kötni mindent, nincs egy percnyi nyugi sem. Egy percnyi nyugi sem. Nem lehet ez csak úgy felelőtlenül, hogy itt az ember késik, meg mit tudjam én, lófasz. Hát igen, az ember azt hinné, hogy home office-ba elmenekül a főnök előtt, az kiderül, hogy csak egy másik főnök várja otthon. Jaj, de jó, annyira nem. Ma volt páromnak az utolsó munkanapja, úgyhogy holnap már nagyon jó lesz. Holnap már ő lesz a helyi főnök. Bárcsak hallaná ezt most. Az úgy sokkal viccesebb, hogyha hallja is, szóval leszek állni. Ja, köszi a klippet, kösz. Na jó, van, nézzük. Hang még nincs egy pillanat. Pillany alatt valami hiányzik. Így, ez benyomom, ezt áttekerem, ezt felhúzom, ezt letekerem. Én halkítok egy kicsikét, és akkor megvan hangmérnökölve a téma. Az nem ilyen pörgős és stresszes. Biztos örültek ki. Valamit akartam. Valami téma. Így az elején nem tudom mit, basszus. Már majd eszembe jut menet közben. Még nem droppoltam képkockát. Állítólag most nem kellene internetnek lennie, és holnap se. Kaptam egy ilyen fülest, hogy a UPC, hát pont napközben, pont amikor távoktatás zajlik, ugye azt mondja, hogy kicsikét pihen itt az utcában, és nem volt kimaradás, de még nem volt ejtett képkockám sem, ami így meglepő, hogy mi a fasz van. Tehát bejelentett UPC kimaradás, ami elmaradt, helyette jó lett a net. Még jó lett. Ugye nem biztos, hogy jó is marad. Na jó, itt tartottunk. Egy kicsikét visszamegyek, mászkálok egy kicsikét, még összevárjuk a népeket, addig ugye nem nagyon akarok bele feledkezni itt. Semmilyen harcba, szóljatok, hogyha nagyon hangos a hang, és nagyon képes a kép. De jó. Bocs. Mert hogy itt hátrébb, azt hiszem hagytam el HP-t, és hogyha már egyszer, várunk még egy kicsikét. Többi nézők megérkeztére, akkor nyilvánvalóan HP-t gyűjtögetünk. Itt van például ez. Ó, nagyszerűen már megért a kicsikét visszajönni. Jegyezzük meg, van itt még egy 25-ös pak. Lőszer valami. Egy láb. Még egy kis HP, lőszer, semmi. Jó van. Itt valami esetleg? Garázsba. Mindenki rá van pörögve most a óraátállításra. Most óraátállítás után mindig egy hétig az óraátállítás a téma. Ez nagyon-nagyon érdekes. Én baszki rájöttem, hogy a faszomba ússza meg az ember az óraátállítást, hogy ne legyen belőle probléma. Hát ne vegye észre. Ne foglalkozzon vele. Hát, én úgy feküdtem le aludni aznap, mikor tudtam, hogy óraátállítás lesz. Nem. Amikor úgy feküdtem le aludni, amikor óraátállítás volt azon éjszaka, hogy nem tudtam. És felkeltem reggel, mintha semmi se történt volna, és csináltam a kis dolgomat. És akkor szólt Reni, hogy amúgy óraátállítás volt. Na mi? Nem tűnt fel. És onnantól kezdve, hogy nem úgy aludtam el abban a tudatban, hogy tudom, hogy lesz, már is jó volt. Tehát ez a taktics, baszki, nem kell itt túl gondolni, meg túl dimenzionálni. Tehát, hogyha egyszer
betudatosul az agyadba bele, akkor már zavarni fog. Amíg nem, addig tök jó. Köszi, hogy hoztad. Na jó, kicsikét itt állítok a grafikán addig még egy fél pillanatig. Valamit állítani kellene, mert basszus. Gondok vannak. Valami olyasmit kellene állítani, ami az a baj, nagyon nehezen tudok kompromisszumot hozni az ilyenekben, de valami nagyon-nagyon nehezen. Sun Shadow Memory. Mi az? A napfény vetette árnyékok memória terület használata. Azzal valószínűleg nincsen gond. Dynamic Light Quality. Most H-on, nem is very H-on van? Sun Shadow Quality-re. Nyomunk egy lovot. Az lenne a javasolt, amúgy nem tudom, hogy a 1070-hez miért bármi, miért lov bármi egy ilyen játék esetén, de nézzük meg hát, ha valamivel jobb lett. Én ezeket sose szoktam átállítani. Soha. Az autóműszerfal is azóta is, amióta használjuk ezt az autót, azóta úgy van, hozzá sem nyúltam. Soha. Soha. Na jó, szerintem akkor bazd meg, de jó, hogy itt mentettem a kurva életbe. Na, tudjátok? Nem. Tehát, amint mentettem, elkezdtek lőni. Amúgy harcosnak meg köszi a követést. Még egy órával, kettővel ezelőtt. És megérkeztek a droppok is. Ez a Szépetmen! Megérkeztek a hőn áhított droppok. Akkor nem lett jobb a UPC. Jó van akkor, mindegy. Jó van, akkor vissza a fedezékbe. Az halott. Ő is legény akart lenni a talpán, ezen a vidéken, de nem jött neki össze. Ennyi. Itt vajon hány katonát öltem meg? Kettőt biztos? Egyet láttam. Jó, jó lesz, jó lesz, jó lesz. És ha jól tippelek, de nem 100%. Itt kell feljönni, igaz? Sutty. Jaj! Mi a fasz? Mi a fasz? Szóljatok, hogyha hangos? Jaj, gránát! Micsoda akció! Le akar ugrani? Ne ugorj le, Józsi! Hoppá. Bocsi, ez szerintem hangos egy kicsikét a zene most, de... Hát igen. Come on! Hangos, hogyha elnyomja a hangom. Nem azért, mert én narcisztikus vagyok és imádom a hangomat szólaltatni ugye a világegyetembe kifele, de azért mégiscsak nem árt megtartani egy balanszot. Na, szóval összehasonlítván az Early Access-szel ez a harc egyáltalán nem volt benne. Egyáltalán nem. Tehát itt ez a rész gyakorlatilag teljesen üres volt, és ahogy bejöttem itt,
még a kamionra sem, vagy a teherautóra sem emlékszem, ahogy bejöttem itt, itt ez a rész, ez teljesen eseménytelen volt. Tehát, hogy early access-be itt nem volt harc. Ilyen szinten biztos, hogy nem. Szóval jó, hogy összerakták. Ott hiányoltam is egy kicskét, olyan... Semmi nem volt. Mászkáltunk. Valami helikopter baszott, de lehet, hogy keverem a Half-Life 2-nek egy másik jelenetével. Ennyi volt a loot? Jó, hát ne legyek már telhetetlen, persze, nyilván. Jó, még ami van. Ott, itt van még egy kis shoti, de hát a shotit azt nem is használom szinte. Hát igen, elméletileg ez nem egy mostani technológia az, hogy RDS-en átáll egy óra. Tehát nem feltétlenül csak autók, hanem sima, mit tudom én, fali órák is, digitális fali órák képesek átállni RDS-sel. Tehát ilyen van. Amúgy egy jó dolog, persze. Van nekem itt egy gyanús emlékem. Az igen? Hát hogy mondjam? Mert azért ez fájt. Nem! Van, de megint valami volt. Bezzek, hogyha elhoztok volna a helikoptert ugye az előző hangárból, akkor most ez nem lenne ilyen kellemetlen. De csak akcióhősösen. Au. Azért ez fájt. Jaj! A kurva hal. Ne, jön a hal, ne! Hát azért csak megbaszott a hal is. Na jó, várjunk csak. Valami van. És hogyha azonnal mennék úszvani... Várjunk csak. Vagy mi? Mi ez a sipolás? Jó, vízzel nem lehet lőni, nem baj. Amúgy, hogyha elkapná... Ha elkapná a létrát, akkor tök jó lenne. És most nem triggereltük be a helikoptert. Ez nagyszerű. Nem, amúgy nem az, kurva gáz. Aha. Hát valamit biztos, hogy bekapcsoltunk. Itt lehet majd lemenni. Hát mikor közdök meg a helikopterrel? Szia, hal! Hát, hogy mondjam, valami trigger itt kimaradt. Az biztos, mert sem a hallal nem kellett megküzdeni, még ugye a Half-Life 1-ben kötelező volt a halat megölnöd, mert különben... De az volt, hogy ott voltunk fenn, lenn a vízbe, és nem volt a víz alatt egy kar, amit húzni kellett, na most viszonylag sokáig kellett tekerni azt a kart, és hát a cápa ezt nem, nyilván nem hagyta, tehát de nem olvasott addig újságot, amíg te kiszabadulsz. Illetőleg a helikopter is mindenképp jött. Most ez így valahogy ilyen kis fura volt, mert simán, hogyha egyből leugrott az ember a vízbe, nem triggerelte be, és akkor így gyakorlatilag a kihívás maradt el, mert úgy emlékszem, hogy itt a helikopterhez az még adott is rakétavetőt. De valamit biztos. Az elpusztítás érdekében. De nem, sajnos nem. Na jó, mindegy, most ez így furcsa volt. Menjünk. Szia, Karaj, hello! Karaj úr! Hát a legkarajabb úriember a cseten. Színhús.
Viszont ez a rész itt kurva jó lett. Gordon annyira céltudatos. Mint hogy tudná. De hát nyilván nem tudja. Gordonnak csak kurva nagy szerencséje van. Na és melyike menjünk be? Jaj, így megy a lámpa. Aha. Ja, lehet, hogy a másik is ugyanez lett volna. Például nyomok egy F5-öt itt a dashboardomon, mert egy kis kehe megint. A lámpa az, mintha nem is lenne. Ja, valószínűleg igen, ugyanaz. Na most, és akkor ez a rész egy nagyon érdekes rész lesz. Szerencsére még nem üldöznek vissza minket a föld alá, ugye ez egyből sokat segít, hogy az embernek a morálján. Ez te kurva anyád! Jó, tudom, feszítővas, az olcsóbb. De még így is pluszban vagyok. Hát megérte, loot! Loot, ez mindig jó. Jó, feszítővas, géppuska kombó. Na mizu srácok, hogy vagytok? Hogy telik a délután? Remélem mindenkinek az egészsége jó, szuperál, immunrendszere, meg stb. Jaj, azt hittem egy headcrab táncolod, de nem. Csak lobog a víz. Nem volt itt valami hely, ahová át lehetett ugrani? De figyeljetek! Előlem nem lehet eldugni lootot. Én azt mondom. Na várjunk csak. Tehát, hogy erre kell jönni. Eleve. Na és mit tudtál meg, Karaj? Ma én egyáltalán nem vagyok tájékozott. Ma tájékozatlan Benny vagyok. Ma semminek nem jártam utána a dolgokkal kapcsolatban. Az igen. Léona. Szia. Szép délutánt. Itt is lesz majd még pár katona, de... Na, a kutyákat addig nem megölni, még a katonákat nem triggerlem be. Viszont így rohadtul elnézek a másik irányba, mert szerintem arra lesz loot. És ugye az elsődleges prioritás. Szia, Jani! Csak a szokásos, ha? Az arány javul, tendencia javul, rosszabbodik. Erre itt fenn. Itt is van valami. Ez az a hely. Aha! Jó, de ezt nem lehet innen kinyitni. Rohadjak meg rátöttök. És akkor az a lyuk ott, ez. Hé, működik vajon az a mechanika, ami már az Opposing Force-ban működött? A kötélmászás mechanikája, ha? Abban már volt, emlékeztek? Fú, nagyon szar volt használni a kötélmászás, a Gold SRC-be benne. Hát ő... nem. De ott van egy kiszögellés. Gondolom, hogy majd onnan kell... Onnan kell majd oda átugrani, aha. Szia Krisza, halli, hello! Igaz, ezek a tendencia, szerintem nem érdemes belőle a következtetéseket levonni, ha sokkal több tesztet kéne végezni, itt túl nagy a látencia. Ja. Ja. Mindegy, lényeg, hogy mindenki vigyázzon magára, és ennyi.
Na jó, akkor nézzünk szembe elleneinkkel. Volt itt még kutyi. De ezeket lehetne szelidíteni. Képzeljétek el. Nem, nem ezt akartam. Nem, gyanis gránát. Ah. Hát ezt inkább meghagyjuk. Ki, hogy ez már halott? Aha. Akkor ez most egy felesleges lövés volt. Na nézzük meg azt a kiszögellést. Hé! Aknamező van itt? Mert volt. Valaha. Igen, karaj. Hát akkor ezt kurva gázom úgy. Mindenhol pangás van. A kurva anyádat. Hol vagy te pöcs? Leesett? Nem láttam hova esett. Aha. Tudjátok mit? Életben hagyom. Ezért jöttem ide. Azért, hogy a fejemre ugorjon egy pillanatra egy ilyen kis gedva. Kösz. Hua! De ez az ajtó, ahol az előbb voltunk. A túloldalt. Halló? Nem sok katonára számítok, mert hogy ugye itt voltak a zombik. Tehát miért lenne itt katona? Na nem zombi, hanem a kutya. Mindenhol kibaszott pangás van, beszéltem egy-két ügyfelemmel erről, és hát nem túl jó a helyzet. Mindenhol akadoznak a fizetések, sok helyen, tehát tényleg sok helyen küldenek el embert, tehát ez nem csak a ellenzéki propaganda, még illetve valaki azt gondolná, de ezek tények sajnos. De hát nyilván ez kormány oldalról is elismert dolog. Csak a mérték nem biztos, hogy... Ha 40 ezer munkahely szűnt volna meg, akkor nem hallanám mindenhonnan. Azért 40 ezer ember egy 10 millióhoz képest azért az elég kevés. Sokkal több helyről hallom. De nem politizálni vagyok itt alapvetően, csak az a 40 ezer szerintem az kevés. Mert ugye a 40 ezeres adat az, hát az 3-4 napos. Ami, hát szerintem 3-4 napja is sokkal rosszabb volt a helyzet. Ott. Ja! Ő ott úgy volt. Igen, karaj, igen. Erre én is gondoltam. Te bazd meg, hogy dobja a gránátot, miközben lő? Tehát már csak azért is kihúzom, kurva életbe. Fél lábon. Azt mondják, úgy kell valahogy számolni, hogy bár nem vagyok gazdasági szakértő alapvetően. Szia, babám! Hogy lesz egy, tehát lesz az a visszaesés, amire ugye az elemzők számítanak, ami egy kellemetlen időszakot hoz, de utána még annyival erősebb lesz az emelkedés hirtelen, valamivel később, tehát nyilván egy időszak lesz, amit át kell vészelni utána. Elméletileg jobb lesz, mint volt, de ez ugye majd kiderül. Nyugtával dicsérjük a NAV-ot, ugye? Most valamit tudja, hogy átkapcsoltunk. Aha! Nagyszerű. Hát ez ennél lassabban nem is nyílhatna.
Könyvelőiroda vagytok. Hát, akkor ti eléggé ráláttok most a gazdasági helyzetre, legalábbis az ügyfeleiteknél. Aha, bunkó. Figyeljetek, én nem tökölök. Puff, uhuhu! Ez igen. De amúgy, kérlek. Kérlek. És az, hogy érdekelne, melyik dimenzióból spawnolnak ezek ide. Tehát világvége nem lesz karaj, tehát hogy biztos szar lesz, nem azt mondom. Csak azt mondom, hogy, hogy úgy még nem volt, hogy nem volt sehogy. Tehát valahogy lesz. és amúgy nagyapám szokta ezt mindig mondani, hogy azt hiszem ő szokta, vagy apám, nem tudom, de valamik a kettő közül lett. Hogy olyan még nem volt, hogy sehogy sem volt, tehát valahogy lesz. És azért ez egy biztató dolog, ha belegondoltok, tehát... na. Magamra suktam az ajtót, bazd meg, a garázs ajtót, a kurva életbe. Ne, és innen! Oh. Au! Hát jó, nyilván nem azt mondom, nem kell mondanod semmit, persze. Tehát belső infókat senki ne szélvárogtasson ki, csak a szenzációs információ kedvéért, tehát nyilván ne. Az alap. Na, gyere, fuss vissza! Nem tudom, mekkora a lövedék útja, az a baj. Hát, nagy. Viszont az esése kicsi. Hogy mondod? Jaj! Ki akart gránát vetni? De nem sikerült neki. Meg leszel gránát vetve. Fad. Na jó, még egyszer. De most el van mentés. Ezt így nem lövöm el. Az a baj, amíg így mocorog, nem lövöm el. Halló? Gyáva vagyok ám, egy gyáva féreg. Pasban legugolt a kis köcsök. A katona, aki guggolva lő, és állva táraz a fedezékben. De amúgy ezt csinálta. És akkor innen fognak még kijönni, ha minden igaz. Ha vagy nem? És még mindig kéne legyen egy... Viszont van egy csomó armor visszafele, úgyhogy azért el tudunk majd... Mi volt ez? Jó, valahogy nem találta a kiutat a sziklák mögül. De lényeg, hogy megmutattok neki az utat a halálba. Jó. Ennyi, ne csukja magamra az ajtót. Tehát az egyetlen egy megoldás, hogy ne halljak meg, miután megöltem ugye egy egész osztagot, hogy ne csukja magamra a kaput. Az armorér... Au. Merre tudok kiszaladni? Hé. Nem erre, az biztos. Hát, tudjátok, hogy honnan lehetett az armorhoz visszamenni? Tudjátok, melyik az armor töltőről beszélek? Hmm. Hát ez kínos. Mi ez? Mi a sati? Hát, hogy kihasznál.
Nem tudom. Nem tudom. Szerintem amúgy innen kellett onnan, csak szerintem az... ez felnyílt, az meg ugye lecsukódott, gondolom. Hopp, itt is van egy kis armor. Jó van? Most már jók leszünk. Efat! Egyetlen egy dolog biztos, akármilyen gazdasági helyzetben is lesz a világ, amíg ezek a számítógépek mennek, én itt leszek. Mert hogyha olyan kurva szar helyzetben is lesz a világ, hogy mondjuk ezek a gépek nyilván előbb-utóbb valami bajuk lesz, tehát hogy semmilyen gép nem működik örökre, és ha mondjuk nem tudok új gépet venni, akkor hát nyilvánvalóan nem lesz mivel, de még lehet akkor is nyomom, valamit kitalálok. Tehát van egy csomó olyan kiszuperált régi alkatrész, ami... Lesz te kurva! Amit akár még be is foghatnék, még akár streamelésre is. Hát lehet, hogy a minőség az rosszabb lenne, de legalább menne. Tehát egy konstans dolog, az biztos, hogy van. Ha nem lesz áram? Hát, ahhoz, hogy a közművek leálljanak... most már nagyon komoly, az már ilyen apokaliptikus jellegű. Akkor ott az utcán gyakorlatilag polgárháború lesz. Hogyha nem lesz áram, nyilvánvalóan nem lesz internet sem. Azt a szintet, ha eléri a világ, akkor az egy globális polgárháború. Értitek? Tehát nyilvánvalóan, hogyha itthon nem lesz áram, akkor mi mindig tud venni az ország külföldről. Nyilván meg fog növekedni, meg akadozni fog az ellátásra, stb. Stb. De alapvetően, ha azt a szintet elérjük, akkor már senkit nem fog zavarni, hogy nincsenek streamek. Mert hogy akkor ott alapvető gondok lesznek. Amik ugye az emberi szükségleteket nem elégítik ki. Persze, se víz, semmi. Tehát akkor ott az azt jelenti, hogy akkor ott kurva nagy gond van. És akkor ott ha emberek fognak meghalni, nem azért, mert szomjon halnak, hanem mert megölik egymást. De a kurva, melyik csápodat lőjen még el? És szerintem nincs ez a korrupt geci politikus, az a lehúzós fasz, aki hagyna a népét, hogy ilyen sorra kerüljön. Bármelyik oldalról is beszélünk, bármelyik országban, teljesen mindegy. Én bízom abban, hogy ez nem lehetséges. Mert akkor gyakorlatilag ők az életükkel játszanak, mert akkor ők meg lesznek halva, hogyha ezt egy politikus hagyja. Tehát a politikusok fognak először meghalni. De ne így legyen, nyilván. És nyilván nem azt mondom, hogy én fogom, ez nem buzdítás, hanem ez valószínűleg tény. Tehát Isten ments, hogy én bárkit buzdítsak arról, hogy embereket öljön. Tehát tehogy is. Olyan furcsa nekem ez a szikla. De nem arra találtak ki, hogy átugorjak rajta, jó? És akkor ott menjek körbe. Hát ez áram nélkül a barátai nem nagyon lesznek jól, tehát hogy valószínűleg nem arról lesz szó, hogy felspájzolják az alaksorban az agregátokat, és akkor ott römiznek. Szerintem ez akkor sem lehetséges, Karaj. Fantáziában bármi lehetséges nyilván, de szerintem a való életben ez nem. Itt biztos jók vagyunk. Amúgy itt is körbe lehetett volna jönni, mármint hogy onnan, azt hiszem. Azért oda elnézek.
ez a sziklás rész, ez eredetileg innen kellett volna átjönni, azt hiszem, mintha. Na mindegy, de is beszéljünk róla, mert ez nem... Az helyzet, ez nem az a téma, amit egyrészt mi nem értünk hozzá. Azt azért, hogy hozzá kell tenni, hogy egyikünk sem gazdasági szaktekintély, és egyikünk sem politológus, hanem mi átlag emberek vagyunk, akiknek nyilván a fantáziájuk néha messze túlszárnyalják azt, ami a valóságban megtörténhet, nyilvánvalóan, tehát az emberek ilyenek gondolkodnak, fantáziálnak, szeretnek különböző gondolatokkal játszadozni, meg ijeszgetni egymást, meg mit tudjam én. Meg de tényleg nem árt, hogyha az ember felkészült gondolatban bizonyos esetekre, jelenségekre, de valójában egyikünknek sincsen rálátása. Semmi olyanra, ami meg tudna azt jósolni, hogy mi fog történni pontosan. Tehát egyikünk sem. Mindenki csak találgat. Kár volt belemenni abba az aknába, basszus. És igen, a föld alá a csatornákban, nyilván, ahol szeretek lenni. Ja, mégse. Jaj, tudom. Tudom, igen, ez az, ahol először érzi az ember a szopás szagot, úgy igazán. Nem itt, majd az ezutáni résznél. És ide nagyon fog kelleni a... ez. És amúgy az érdekelne, hogy honnan látsz rám. De úgy tényleg. Miért kibaszott hangos ez a zene mindig? Mert nem tudom hova letekerni, az a baj a keverőt, mert a fuck. Mert a fuck. Minden másnak tök halk. De még vehetek le belőle egy kicsit. Na hát, mondjuk legyen. Rám lát a bunkaja. És valahol itt beszélgetnek alattam. De miért lát rá? Tehát hogy lehet valaki ilyen VH-s geci? Jaj! Bazd meg, mekkorát közelít! Az a legrosszabb, amikor bejön egy zene, elkezd adni egy flow-t, és meghalsz a gecibe. És akkor véget ér a zene, egy pak, így. Mint ha elvágták volna. Nem lehet állítani ennek a zoomját véletlenül? De hallod, karaj, ez akkorát zoomol, hogy beszarsz. Tehát ilyen nincs. Azt hittem, hogy behajtani tilos. Jaj! Haha! Szia, Balú! Köszi, elhoztad! Nem volt itt egy állványos... szar. Szia, Balú!
De látjátok, mekkorát közelít? Azt hiszem, hogy ez... A Skyboxnak Skybox, de hogy amúgy tök jó volt. Tök jól összeillesztették. Micsoda? Mi volt az? Valahol valaki. Jó, egy halt. A sziklát találtam el? Nem. Ó, persze. A bullet punch felrántotta. Aha, jó. Hát nem egy AVP azért. Az utolsó lövés. Jó. Merül fel bennem a kérdés. A nyelv láttán, hogy vajon át kell indázni a túloldalra az ő nyelvén? Vagy mi a fuck? Szia, White Scores! Vagy mi a fuck? Igen, csapda? Most igen vagy csapda? Jó, és hogyha nem, akkor merre? Ja, ott lók ki a izé. Itt van. Oda. Innen, oda. Át fog tudni ugrani. Ez lesz az. Akkor a nyelves geci tényleg csak csapda volt. F-hat, F-hat, F-hat. Igen. Én már nem is volt az olyan távol. Ez már ránk fért. Igen, minek után megállapítottuk, hogy kötélmászás mechanika nincsen a játékban. Nyilvánvalóan nem a nyelv lesz az, amit meg lehet mászni. Ha egyszer a nyelvnek az a hivatása, hogy minket megnyelveljen. És magához ragadjon, úgymond. Effort. Hát főleg akkor, Balú, hogyha ezt a való életben is megcsinálod. Mert hát itt a monitoron keresztül azért annyira nem. Itt még kell legyen egy barom valahol. Illetve nem akarom. Jó így is, hogy nincs. Az ott egy egyirányú. Mhm. Ja, persze. Igen, ez nem tudom, hogy munkavédelmi szempontból ez a létre mennyire megfelelő így, de ez biztos nem. Hát ez nem EU szabvány. Néhány ügyben van-e fejlemény? Nincs, legalábbis nem próbáltam. Nem próbáltam még az új protonnál, de... Hát valószínűleg hallottam volna már róla, hogyha mennének ezek a pre-rendered videók, mert mondom, a Neonnak egyetlen egy baja van, hogy nem működnek a pre-rendered videók, ennyi. Csak hát ugye nekem az már elég nagy baj, mármint, hogy én szeretném, ha mennének. Amerikában más szabványok vannak, és valójában tény, hogy ez nem Európa. Tehát hát ez nem Európa, ja. Szia, Jani! Paladin, hello, hello! És akkor itt még van valami? Egy láb. Jó, és azon túl. Helikopter. Azt majd le kell lőni.
Meg van már a rakétavető? Nem is, lőszer találtam hozzá. Erre mi van? És akkor arra mi van? Tehát, hogy mert itt azért van irány? Van merre? Onnan jöttem fentről. Kelet-Európára. Igen, 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 a Half-Life 2, az igen, de... Hát nem tudom, azért Kelet-Európában viszonylag kevés az ilyen táj. De szerintem azt megállapíthatjuk teljességgel, hogy... Hé. Innen kellett volna valahonnan leesni. Mert hogy... Onnan jönni kellett, nézzétek, úgy van kialakítva a párkány. Lehet, hogy itt két irányban lehetett volna idáig eljutni. Hmm. Mert nekem ez a rész derengítő, őszintén szólva. De nyilvánvalóan abban megegyezhetünk 100%-osan, hogy azért ezt a helyet csak földnek nevezik, de tehát, hogy ez nem a ma ismert földön játszódik. ebbe 100%-ig biztosak lehetünk, mert mondjuk igen, amúgy tényleg a Half-Life 2 az ilyen full Kelet-Európa. Látjátok, hogy a revolver, ha nem ADS-elekben gyengébb? Hát két lövés kell neki. És persze, semmi létező nincs említve, így van a játékban, szóval. Jó, bazd meg. Látjátok? Na, hogyha eltalálom... Az mellé ment valószínű? Na, dugd ki a fejed, köcsög. De azt a prefire-t, amivel kijön. Bunkó, aimos, VH-s, barom. De azon szoktam mosolyogni, mikor az összes amerikai autónak ki van írva a visszapillantó tükrére, hogy az objektumok nagyobbaknak, vagy nem, másmilyen távolságúnak tűnhet. Ráadásul nem is úgy van megfogalmazva, hogy az objektumok távolibbnak tűnhetnek tükörből nézve, mint a valóság. Vagy valami hasonló szöveg. Tehát, hogy ez rá kell írni az amerikai embereknek, mikor tükörben néznek, minden egyes alkalommal emlékeztetni kell őket, hogy amikor tolatnak, akkor nem biztos, hogy az a távolságban, amit ők látnak. Tehát, hogy, mert ugye a tükrökben van egy kis domborúság. Ennél fogva ugye távolít. És hát furcsa. Ezt mindig, minden egyes alkalommal meg kell látniuk, hogy biztosak legyenek benne. Hogy távolabbinak tűnhetnek. Hát basszus, én úgy gondolnám, hogy amúgy közelebb. Hát tök mindegy. Nagyon furcsa amúgy, nagyon furcsa. Hopp. Értem, Kora, értem. Na, te bunkó. Jó, őt eltüntetjük. Szia, Adam. Hua! Ja. Ő már nem kell fel többet. Kis tripod. Furcsa egy hely az Amerika, na.
Na, szem megvan. Hamarosan szükség lesz rá! Én vagyok halk, mint az elfogadott, ha bár ugye ezt is tudjuk, hogy a reklámok azok direkt hangosabbak. De ez a reklámiparban alapvetően így van, de lehetséges, hogy én vagyok halkabb annál, mint amennyire kéne legyek. Egy ilyen átlagos jelszintet nézünk ugye a többi kontenthez képest, akkor hát talán egy árnyalattal halkabb vagyok. De így is van, akinél hangosabb. Lehet senki sem született hangmérnök. Neked sehol nincsenek stúdióeszközök alapvetően. Pedig erre kéne, nem? Amúgy nem. Na jó, most. Megpróbáljuk ezt? Jó, csak el kéne találni. Menj már a faszomba. Na. Az meg nem tudok célozni ezzel a fossal. Mondasz? Bazd meg! Potétó vagyok. Kicsit. Jaj, hogy ez nem irányítható? Na várjunk csak. Ja, hogy... Na, hogy működik ez? Valahogy be kell lokkolni. Ne, na, hogy működik ez a lokkolás? Látjátok, mert van egy ilyen lokkom mód. Jobb klikk, és akkor irányítható. Nem úgy tűnt. Nem úgy tűnt. Ez nem a Half-Life 2-es rakétavető, ez máshogy működik. Nyilván máshogy kell működjön, mert ha nem úgy működik, akkor világvége van. Ó, hogy rohadj meg, te bunkófasz! Igen, karaj, feltűnt. Igen, azt köszönöm. A jobb klikket megtaláltam, tehát nem tudom, hogy melyik monitort nézitek. Nem akarok benneteket bántani, de amikor megjelenik ez a szar, nem tudom, hogy mi a faszom, miért nem lőtt egészen eddig. Tehát, hogy így... Tehát ott voltam, nyomkodtam, jobb egérgomb, ugye megvolt, nyomtam a bal egérgombot, és nem történt semmi. Nem tudom, mi a fasz. Na mindegy. Megint csak azt hiányzik, hogy lássátok, hogy mit nyomok. Tehát, hogy tök jó lenne, de alapvetően nincs ilyen most. Ajha, az igen! Az igen! Kezdjük előre. Ez meg volt? Thank you.
Ez is megvolt. Az a baj, hogy félek, hogy elsül. Ezzel biztos... De sokan vagytok így. Én nem. Remek. Ma mondja, ez jó cucc. Csak meg kell várni, még megáll. Jó. Nagyon jó azt a lőszert használni, amiből amúgy van végtelen. Kösz, hát nem volt annyira gíjé, de kösz. Úgy kurva erős, nagyon nagyot sebeznek. Így hárdon. És mi lenne, ha tényleg nehéz lenne a játék? Tehát, hogy... Ez azért nem, az, nem, a, nem a hard, na. Egy árnyalattal lehetne nehezebb is. Biztos volt mentés, de szerintem nyomtam. Beszpónoltak fölém. Elfat, de itt viszont jól. Csak nem ők is rám vadásznak. Elakadtam a lófaszba. Az igen. Na hát ez se volt itt eddig. Ezt nem csinálta Örlibe. Jó. Szegény hülye. Na jó, annyira nem leszünk overkill-ek. Tudom, a feszítő vas is együttés, tudom. De olyan jó ez a kis lézerpöcögtetővel lőni, amúgy se volt belőle mások. És most ez igazán neheze, mert ez még nem az volt. Mert ugye a katonák egész könnyen elesnek. Sokkal kevesebbet kell lőni őket, mint az egybe kellett hárdon. Szinte meglepő, hogy egy féltár elég beléjük. De amúgy tényleg meglepő. Nem ott vagyok, ahol hittem, hogy leszek. Jó, hát nyilván ez egy jelzésértékű heal csomag volt, hogy hát Benny, bazd meg, szedd össze magad, ha eddig nem volt könnyű, akkor most tényleg nem lesz az. Vagy ha eddig az volt, most itt egy kis esély, hogy nehéz legyen. Ez VH-s köcsög. Engedd el! De amúgy persze érthető, ahogy én feltrappoltam. Ahogy én feltrappoltam azon a létrán, hát nyilván észre kellett vegyenek. Lehet, hogy amúgy az okozta ezt. Ne! Bazd meg. Szerintetek? Visszaesik? Bizony. Valami volt, mert repültek a kezek. Ez a kibaszott létre, bazd meg! Ki találta ki az Engine Best? Ki az, aki ezt letesztelte és lefejlesztette ezt a létrát, bazd meg? Mi? De rátapadok, tehát eldobom a gránátot. Hát látom, ez visszaesett. Nyomom az S betűt, a D-t, nem történik semmi, bazd meg, mert rá ragadtam a létrára, értitek?
Igen, Toti, kösz. De neki menjél, bazd meg! Hogy van ez? A W-vel megyek fel, és az S betűvel is? Gond van. De! Rohadjak meg! Rohadjak ketté! Hogy amikor már kilógok a testemmel a létra szintje, mondjuk itt a vízszint fölött, akkor gyakorlatilag az S betűvel is kimegy, és a W-vel is kimegy. Ezt mondom. Ez ő... De neki menjél, te... Mert ugye úgy van, hogy relatív ahhoz képest, amerre az ember néz, úgy váltogatja, hogy a W-vel vagy az S betűvel kell éppen lefele menni. Számomra logikusabb lenne, de az összes Half-Life-ban, nem csak itt, hogyha le akarok menni a létrán S betű, hogyha fel, akkor W, függetlenül attól, hogy merre nézek a kibaszott létrán. Tudom, Balú, értem, ezt mondom. De ez egy fasság, Balú, ugye azt te is érzed. Megpróbálok gránátozni. Jó, azt hiszem sikerült kimennem azzal a gránáttal. Ez a világ legfaszabb része videójáték történelemben, mondom én nektek. És ő V-házik is, mocskos faszparaszt. Te atya ég! Szesédi amúgy. Toti, köszöntem már? De és még egy tankot is rám küld. Ismerem ezt a részt, tudtam, hogy nehéz lesz. De hogy azért a kurva életbe. Csak úgy félve kérdezném, mert ki a faszom lő rám folyamatosan, tudom, hogy a tank, de miért tudja pontosan, tehát... Figyeljetek! Mindjárt? Uh-huh. Igen, az igazság érzetemet hágja meg, erőszakolja meg ez az egész. Hello. Nem tudom, mennyire esik vissza vagy sem. Lehet, azt kellene, Toti, de azt már rég elbasztuk. Valami ilyesmit kéne. Bármit csinálok, ezek látnak falon keresztül. Ez amúgy geciség, amúgy. Ja, lehet, hogy nekik is egy zöld pötty vagyok a képernyőn. Aha, világos. Egy világos zöld pötty. Valamit megnyomtam. Stop.
Gránát. De csak egy kamera. Véletlen volt. Atya ég. Gránát? Igen. Itt a tank. Hője fasz. Ez kezdte lerontani a komfort érzetemet ez a videójáték most így hirtelen. Na, heal. Jó, az amúgy sem túlzottan magas komfort érzetemet, azt hozzá kell tenni. Viszonylag morszos vagyok. Menj el, mentek. De ez bármikor reprodukálom, most már ezek után ez egy geci. Kell egy kis armor. Nem nehéz volt ez a rész, csak egy szar. De amúgy semmi baj. Persze tudom, hogy tehát nem a Crowbar Interactive-ot sértem ezzel, még mindig a Valve-ot. Ezt a Half-Life 1-ről minteztek, és a Half-Life 1-ben is legalább ilyen szar volt. Tehát pontosan ugyanez volt a szituáció, csak csúnyabb volt a játék, de tehát semmivel nem volt jobb vagy rosszabb. Mondt egy érdekes kis erkély a minek. A semminek. Amíg itt körbe mászkálok, hátam van itt egy kis lútocska, amit elhagytam. Itt fent esetleg körbe? Ja, kössem rá a komputert. Amúgy egy kis chip tuningot bele esetleg. Várom. Na jó, hát szerintem ennyi volt a loot mára. Az igen, lelőhető lakat és nem lehet bemenni. Ezt másolták valahonnan. Kurva! Bár ugye Half-Life 2-ben is volt ugyanilyen lelőhető lakat. Ja. Most már nagy baj nem lehet. Gondolom én. Vagy de. Melyik az? Az ott? Nem főzök hozzá semmit.
Eltaláltam vajon? Hoppá. Jeppes. 4 HP? Jaj, jó, ezt újra. Ez nem vagyok hajlandó 4 HP-val tovább menni, most ma nem. Most egy kevesebb lövést pocsékoltam el. Hova? Jöhet ide, nem. Egyetek! Hadd ne jön ebbe, egyetek! Halló? Hol a pöcskö? Gondolom az autóüveget nem lehet átlőni. Hol van egy olyan tippem? Rohadj meg. Ő se próbálja. Na. Halt, ugye? Nem. Jó. Jaj, még van itt valaki. Volt a szkópa? Nem. Micsoda? Lőtt a bokor? Azt a kurva, a VH-s geci. Nagyon furcsa dolgok vannak. Taktikát váltott a játék, és átlépett a csaló üzemmódba. Az Uber geci módon csaló üzemmódba, amit eddig nem csinált. Miért kell csalni? Miért kell csalni? Értem, hogy például DS3-ba átütnek a falon. Na. Nem, azt se értem. Tehát, hogy... Ne úgy legyen nehéz egy játék, hogy csal. Ez csalás. Nyilván az én lövésem meg nem ment át a falon, ha jól sejtem. Bár ugye nem találom a nyilat a falban, pedig kéne. Lehet, hogy átment az én lövésem is. Aha! Az enyém is átmegy. Ezek a lövés nyomaim. Jó, legit. Oké. Nem oké, mert ő lát is. De legalább én is át tudok lőni. Nézzük a dolog jó oldalát. Stílusosan csinálja? Azt mondod? Hát nem tudom, én a hajamat kitépem. Kösz a klippeket, Fremen, beindult a klipgyártó. Kösz szépen. Hát most nem, valamiért most nem érzem magamat. Egy világbajnok. Se streamernek, se játékosnak, de ez most egy ilyen nap. Lesz majd jobb is. Általában a hétfők szoktak ilyenek lenni. Hoppá, szegény Vortigaunt. Lesz még pár szegény. Azt a dodge-ot bazd meg, hát van ilyen?
Szegény. Jaj, szegény, annyira sajnálom, pedig olyan cukik. Ja, jó. Ezzel mentem ki. Öbe. De remélem, nem aknem ezért mászkálok. Hát az meg. Az nagyon csúnyán megnézte. Hát mi megnézte? Kinőtte már a vetemény. Vagy mi? Kikelt? Már mindegy. Na, ez csak van itt aknemező. De hát azért a lootér oda kell menni, hát ezt nem hagyhatjuk ott. Drága armort kérem. Annyival kedvesebb ez, mint a Half-Life 1 volt, hogy látszódik az akna a földben. Itt kell majd felmenni, be kell ott menni, aha, és akkor itt kell körbejönni. Világos, világos, jó van. Joe van, úgy kell majd felmenni a tetőre. Remek. Az ezt elcsúsztam éjszaka a pihenéssel, nem szabad. Nem szabad, és kellett volna egy jót aludni délután, vagy este. De délután nem, mert délután streamen. És nem úgy jöttek össze. A napok elég sok volt a meló. Vagy a, ó, hát az órák. Mond. Hát ez volt a legfájdalommentesebb megoldás. Alvó stream? Amúgy most javítottak ki engem nemrég, vagy az amúgy alvó streamet lehet tartani Twitch-en, csak megfelelő kategóriába kell rakni. Tehát nem alhatsz el, miközben Black Mesa-t streamelsz, mert a streamnek a kategóriája az a Black Mesa. Tehát játszani kell, a Black Mesa-t kell produkálni, hogyha, tehát szabályzat szerint. Viszont van a valami lifestyle, vagy mit tudjam én, elméletileg abba alhatsz. Tehát van egy ilyen átlagos, vagy hát egy ilyen generál, semmit mondó kategória. A jazz chatting? De hát a jazz chatting sem lehet az, mert hogy nem beszélgetsz, miközben alszol, érted? Jó, hát ezt a manikát ismerjük. Vajon bement? Á, lófaszt! Na jó. Azzal a pöcsölésnek is van határa. Egy darab hús lőtt. Nem is ember volt. Csak oda tettek 3 kiló marhahúst. Mi van, ha valaki más játszik, te meg alszol, amit vesz a kamera, az is alvó stream. Szia, amúgy! Ez a szabályok megkerülése. Vajon lehetséges? Jó kérdés, nem tudom. Nem tudom. De meg kellene kérdezni valakit, aki még benne van ebben a Twitch dologban. Hát így. De nyilvánvalóan erre nem fog sor kerülni. Ezt nyilván ti is tudjátok. Azt a kurva, mi ez zaknevező. Nyilván eltalálom azt a kibaszott. Jó, ez megy. Na. De furcsa! Ja, hogy mert először eltalál egy bombát, véletlenül betriggerli, és akkor ugye utána robban fel. Hát ez most kivattant, ja. És akkor arra mi van?
Mert én ezt értem, hogy én ezt itt kilövöm, tök jó, de hogy... Ez itt mit véd? Oh fuck. Hát elméletileg a szabályzatba ütköző Fremen. Persze sok ilyen előfordul, főleg azok, akik ilyen multis játékokat tolnak, és mit tudom én, óránként, vagy két óránként, másfél óránként, mindig mással tolják, ugye. Fortnite, meg Apex, meg PUBG, meg mit tudom én, és folyamatosan mással tolják. És hát ott bizony sokszor elfelejtődik a kategória átíródni. Hát az emberi oldalát megértem a feledékenység szempontjából, mert hogy én alapvetően kurva feledékeny ember vagyok. De azt is megértem, hogyha a nézők kiszolgálása az egyik fő célja egy ilyen platformnak nyilvánvalóan, hiszen alapvetően bármennyire is a streamerekről tűnik, mintha szólna a Twitch, amúgy a nézőkről szól, nem a streamerek hozzák a pénzt, hanem a nézők fizetnek. Persze a streamer kell jól csinálja azért, hogy a nézők fizessenek, de alapvetően csak-csak a nézőnek a pénze van a dologban. Tehát attól, hogy van egy streamer, aki streamel, attól még a Twitchnek nem lesz jobb, ahhoz őt nézni is kell. Na most... És hogyha a néző kiszolgálása az egyik fő cél, akkor az a lényeg, hogy a néző érezze jól magát. Hogyha egy néző aktívan akarja használni, jól akarja használni a keresőt, de jó, hozzáértem a dróthoz, és nem rázott meg. Elakadtam a fejemmel a dróttal, a drótban. Melyik filmben volt? Nem valami Bud Spencer. Tudja tököm? Nekem ezek nem annyira nem kult filmek, ám bármennyire is gáz. Tudom, hogy ez egy társadalmi elvárás, hogy szeresd a Bud Spencer filmeket, de... Nekem ez... Hogy mondjam? Láttam őket nagyon sokat, de annyira nem kult filmek, ám. De mindenki egyforma. Köcsög. Jó, tehát akkor elméletileg... ott akar. Átment a lézercélzó és a falon rohadjon meg, de már nem is akartam rá semmit sem mondani. Mert akkor az lesz, hogy megint csak hisztizek meg sírok. Szia Atlasz! Pont azon gondolkodtam, valamiért nekem két kiló karaj úrnak a neve, úgy él a fejemben. Valamiért, nem tudom milyen oknál fogva, ezen gondolkodtam, hogy akárhányszor úgy érzem magamon, hogy elkezdtem hisztizni, mindig meglátom karajt a cseten. És egy ilyen gondolatom volt, hogy biztos azt gondolja, folyamatosan mindig csak a játékokon sírok, akkor mi a faszomért játszom velük? És ilyenkor magamtól is megkérdezem ezt a kérdést. De amúgy alapvetően nekem nincsen bajom, csak úgy. Na most akkor oda kellene leesni. Na de itt fent, mi van még? Ha! Semmi? Nem. Hát az ott sajnos egy semmi. F6. Simán Atlasz, simán! Persze. Oh, hello. You're heading for the Lambda complex, aren't you? I was heading there myself until I. Már mondjuk 8 órája megyek a Lambda komplex felé, de ne izgasson. Persze ezt te honnan tudnád? Persze tudta. I'm going to wait out the catastrophe in here. If you intend to go. Sok sikert. Then I beg of you, for all our sake, proceed with extreme caution. Oh, van, hát Gordon Freeman vagyok belé. És akkor ide kell az extreme caution, mert hogy itt most szopás van. Itt nem szabad felrobbanjon semmi. Tehát ez a rész ez itt arról szól, hogy még akkor is meghalsz, hogyha amúgy túlélnéd a robbanást, mert le van szkriptelve. Szóval, ja, itt nem szabad. Itt ez benne a mechanics.
Vágesz? Hű, ezt te kurva, ne csináld! Csirke. Szóval nem tudom, White Scores, hogy mennyire mentem össze a szemedbe, vagy sem. De ezek nekem tényleg nem kultfilmek. Szia, Taylor, hello! Reciprópáka. Me? Itt ezért jöttem? Ezekért a kis taparósokért? És hogyha megmozdítom a dobozt, akkor az ott dead? Gondolom. Fiú, a bazzeg Vácskorsz, ezt a hasonlatot nem akartam hallani. Nem volt túl elegáns. Mármint, hogy... A headcrabek megölése sem a hasonlatod. Jó, hogy persze, még a gáz is megy. Á, értem. Az nem tud igazán már összemenni. Nincs hova össze, hogy menjen. Júj, micsoda oltáska. Szívünk egy kis gázt. Ú, de jó, igen, ez az. Igen. De ez itt még nehezebb is. Ez lehet rossz ötlet volt. Nem. Nem, szerintem nem rasszota, de... Már kipróbáltam párszor. És akkor most jön az érdekes része, ha eddig nem az volt, majd most. Nem bíztak a véletlenre. Ki a faszom, aki ezt ide pakolta? Tehát képzeljétek el azt a Legót. Mikor voltak azok a dominódéjek, nem tudom, emlékeztek-e, biztos. Én kurván szerettem őket nézni, nyilván, szerintem nem volt, aki nem. És most ez nekem most arra emlékeztet kicsikét, hogy hónapokon keresztül építi, pakolgatják, ide egy doboz, oda egy doboz, ide egy tappancs, oda, és akkor így ebben a szögben, így benézzük, hogyha ott ugrik, akkor úgy pont ki tudja kerülni, de azért, ha nem baj, tudjuk, hogy ott van a rés, de rakjuk. Csak pár évig ment, ja. De jó volt, én nagyon szerettem. Akik csinálták a játékot. Csak ugye nekik annyi volt a könnyebbség, hogy nem itt repkedtek a raktárban, hanem volt egy túljuk, és ez nem túlzás, hogy ők... Aha. Kicsit robbanékonynak tűnik, hogy hát ők igazából alapvetően csak lebegtek. Azt a kurva, mi ez az ugrás itt, kérem. Ó, pedig mennyi értékes loot, nézzétek meg, mennyi doboz. De szétütném őket. Mondom, nem erre kell jönni alapvetően, hanem inkább azt mondanám, hogy erre. Mi? Mihez értem hozzá? Mi történt? Mi volt? Ott a méhecske fegyver! Most kérem, ide van egy. De! Bazd meg, tényleg Balú, a kurva életben nem vettem észre. Ott van talpmagasságban az a retkes csik. Jó van, most már látom. Látom. Mekkora egy gecik? A ládánál van. Tehát képzeld el karajt,
mikor kimondja a száján ezt a mondatot, hogy a ládánál van. Ne basz, tényleg? Jó, látom, látom, fasz vagyok. Jó van, oké, és akkor mi van? Gyere, gyertek, mi? Jó van. Lábad. Jó van. Tényleg láb. Tényleg láb. Jó van, de tudod, hogy én ilyen tized másodpercekre látom csak a szövegeket, mert faszom se olvasgatja őket sokáig. Az is véletlen volt. Te ne pötyögi. Ó. Oh. Oda biztos át kell jutni, mert ott van egy armor töltő. Amúgy Totti, pontosan erről van szó. Tehát ez tökéletes meghatározása, definíciója annak, amit én csetolvasásnak hívok. Bazd meg. Ezt most lehet elbaszni, nem? Vajon ezek a dobozok ide vannak betonozva? Jó, legalább abban maradt az idegesítő zene. Van egy tippem. Ha én ezt felemelem, és ez a doboz ott van, akkor ebből baj van. Úgyhogy legyünk egy kicsikét észre. Vagy lemegyek, és szétütöm, vagy innen fentről lövöm szét. De van egy még jobb. Megnyomom a gombot, lemegyek és szétütöm. Na? Mi volt ez a sárkány reflex? Kurva, jaj, ez te kurva, bazd meg. Majdnem átugrottam itt. Sárkány reflex. Jó, tök jó, hogy itt halladok, de hova végül is? De hova, de hova, de hova, de hova megyek? De hova, de tényleg? Miért megyek én itt körbe? Körbe-körbe, ha? Az ajtó az nem nyílik. Az az ajtó ott... Lehet, hogy... Én azt hittem először, hogy onnan jöttem, de most jövök rá, hogy nem innen jöttem. Hanem ez itt egy ajtó, ami... Zárva. Aha, a méhecske fegyver, azt fel kell szedni, jó, a méhecske fegyver. Jó, Balú, nézzük meg, nézzük meg, nézzük meg. Fentről kellene átugrani, mi? Ez több, mint valószínű. Azt a kurva, fasz meg! Vásd be, kész Mission Impossible vagyok, balreg. Nya. A méhecske gun. És akkor most beledugjuk a seggébe a kezünket.
ököllel! Áú! Jó van! Jó volt! Élveztem! Az másik lyuk! Jaj, de jó! Jó, az a helyzet, kedves Balú, hogy sem gránátom, sem távirányítós robbanó szucskom nincsen, úgyhogy nem tudok itt hagyni semmit. Ez most nekem egy nagy szívfájdalmam, de most ezt a gombot megnyomhatom amúgy? Nyilván akik ide rakták ezt a sok taparós szart, ők valahogy innen kijöttek. Hát csak erre mehettek. Van rakétám. Akkor az utolsó pillanatot megvárjuk. Még véget ér a MAF. Már mondom a szkriptelt. Mondom a szkriptelt, bárhol vagy, mindenképp meghalsz. Jó. Mondom, ez olyan csutkán szkriptet, hogy beszarsz. Harcolunk itt egy kicsit, jó? Az igen. Halt? Ez nem. Nem látok semmit. Jaj! Na mi a stájsz? Nem itt lesznek a méhecskés enemik? Hát sajnos nem látszik különösebb animáció, igen. Az a baj, hogy értitek, de még mindig nem ért véget a pálya. Szóval, hogy esetleg azt megpróbálhatom, hogy... Hogy... Én most nyomok egy F... Nem itt akartam, de mégis itt is jó. Hello! Még egyszer. Nem tudom, miért fordítok ekkora figyelmet erre, de most egy kurvára érdekel. Leszorom. Lehet, hogy elmúlt a script. Mert hogy az előbb ebbe belehalt? Tudom. Most nem. Mennyi lehet vissza a Xenig? Még azért akad. Nem mondom, azért ebben a streamben lehet, hogy megközelítjük, de nem hiszem, hogy azért ebben, nem, ja. Elég kicsire az esély, hogy ebben a streamben meglátjuk. Van itt benne egy geci. A szent külön részben jön majd. Micsoda? Mit beszélsz? Nem, az már kijött. Azzal jött ki a játék. Kedves Balú. Azért volt eddig early access, mert nem volt benne a szent.
Ó. Oh. Jó, ezt most még egyszer. Azokat ott nem szabad lelőni, mert úgyis le lesznek bombázva. Kurva jó. Ajha. Éppen azon apropóval streamelem amúgy. Jó lett volna, hogyha a csávót találom el közben. A csávót. Ó, Isten. A fasz. Ez nem lőhető így? Ha? Mi a faszom van ott a levegőben? Láttátok, hogy elakadt a levegőben a lövés? Itt még Early Access-ben volt egy crash-em, arra emlékszem. De akkor nem voltak katonák. Mintha nem lettek volna, de... Ez felrobbant? Fel. Eltaláltam az előbb. Jó van. Jó van. Most nem crash-elt. Ez nagyon furcsa volt. Itt egyrészt nem tudom, hogy mivel robbant fel a rakétám, másrészt itt a levegőbe... Mint ha valaki elakadt volna a lézernek a kis bugyorgatónak a lövése. De lehet, hogy beképzeltem? Simán lehet. Itt valami loot? Nope. Így van, 3-4 hete jelent meg, azon apropóból van éppen streamelve, annak ellenére, hogy már egyszer volt, ugye? De a Xent még nem láttuk, és igen, tehát alapvetően külön jött hozzá a Xen, de benne van ebben a verzióban, persze. Jó van, hát az ember lehet nyugodtan balfasz, mert a játék úgyis megsegíti. Ha mondja csak, elmúltak azok a droppok, amik először voltak, amikor megláttuk a gátat. Akkor komoly droppok voltak. Ja, akkor már csak egy út. Illetve... Aha, az nem. Az nem út. Akkor ez egy út maradt. Ja, Istenem. Ja! Bunkó. Esetleg... ezt tedd meg. Jó, nem más, hogy... Így, köszönöm. Kéne a gránát, vetőbe gránát. Jaj!
Az igen. Nincs jó kis revolver. Messze van már a Lambda Komplex, most azon gondolkodom, hogy lesz még egy ilyen kis utcai harcos rész, az nem tudom, hogy az előtte van, vagy utána. De a Xenre szerintem a Lambda Komplexből megyünk. Jaj, biztos azon a Xen előtt. Ja. Akkor az utcai harcos rész az még ezután jön. Ma majdnem közvetlenül. Jó, körbe lehet itt menni, de minek? Ez mi? Dísz. És akkor ez mi? Semmi. És akkor miért mentem oda be? Konkrétan. Fú, hogy volt ez a rész? Valami volt. Aha, az egyetlen ajtó, amit nem nyitottam ki. Jó, itt lesz sok loot, emlékszem. Nyugi van már. Nagyon ijesztő vagy amúgy. Olyan vicces, amikor a néma Gordon Freeman-nel beszélgetnek az emberek. Igen, most a játék feltankol minket. Soti, vagy csak itt elég csak végigfutni. Remek. Hát igen, ha nem lett volna rakétavetőnk. Betározok mindent, ahogy az kell. És ez ilyenkor mindent fullra tölt, mi? Biztos boss fight jön-e? Hát, ha nem is feltétlenül boss fight, mert amúgy még nem, még messze vagyunk itt mindenféle bossoktól. Igazából nem is egyetlen egy komoly boss van a játékban, most, ami úgy boss fightnak nevezhető harc. Jó, hogy ezt amúgy nem tolták túl, hogy nincsenek ilyen mini bossok, meg nincsenek ilyen kis kitérők. Nem, ez még a klasszikus egy boss. A legvégén nyilván. Armor még lehetne egy kicsi. Vagy csak kérni kell? Hát, azt a kiróba, hogy minden folyosó után jött egy boss. Az sok. Nagyon-nagyon sok. Illetve mondjuk a helikoptert, azt végül is, ami volt ugye, egy órával ezelőtt, azt a helikoptert, azt nevezhetjük bossnak szerintem. Hát ilyen minibossznak, ja, amikor először megkaptuk a rakétavetőt. Ja, végül is akár. Végül is akár lehet boss is. Hol? És lenyílt a shortcut, aminek az égvilágon semmi értelme nincs. Nem, az értem, ha leesnék, tehát akkor ne kelljen teljesen körbe menni. Nem, hogy kedvesek, aranyosak, rendesek. Jó, a trigger megvolt.
Ez így ennyi? Innen jöttem? Mi ez a piszoárja? Az igen. Bocsi! Azt a kurva, milyen kék fénye van a monitornak. Jó kis CRT monitor. Azok a hétvégi szombat éjszakák, amiket a CRT monitor előtt töltött a férfi ember, és amikor kék halált kapott a gép, de gyakorlatilag tényleg pont ennyire tükröződött a falon. Amúgy megvan a hangulata a CRT monitornak, mert bevilágítja a szobát. Piszoária. Aha. Az a Piszoár ország. Piszoár land. Azért, de ezt most kimaxoltam. Négy lövés, négy enemy. Á, szeretem ezt a nyílpuskát, nyilván ki nem. Half-Life azok, igen. Mindig van egy olyan megmozdulás bennem, hogy elővegyem a Gravity Gun-t és elszedjem a lootot, de nincs Gravity Gun. Pedig valahogy annyira Source Engine és a Half-Life az annyira vonza magával a Gravity Gun érzést. De hát nem. Hát ez most kimarad. És hogy megyek? Na várjunk csak, azért csak fel lehet oda menni valahogy. Ha? Ott kellett volna ugrálnom. Oda, át, oda, hát azt tudja, fuck. De igazából nem is kell, az csak egy armor. De... Oh, fuck. Mi? Ez itt direkt így van kitalálva, igaz? Ha, nem akartam leesni. Jó, nem baj. És itt lent mi van? Mert itt sem voltam. Csomó loot. Ho-ho. De hogy ide nincs rá szükség? Mert nem volt enemy konkrétan. És ugye most töltöttük magunkat maxra, tehát nem tudom ki az a player, aki itt már is rászorul 3 életcsomagra. Jó, hogy megyek vissza? Ja, hát, jó van. Ja, azt nem sejtem, mi lesz itt. Na most. De ne engem, ott a Vortigaunt! Hát nem én vagyok az ellenség! Halló? Jaj! Gond lesz! Gond lesz, nagy gond lesz. Jaj, van még egy! Au. Fuck. Nagyon ott rohadj el. Jaj, jönnek még? Mi a... De bazd meg, ha kiválasztom a gránátot, rohagyj már meg! Káromkodik is. Júj, de csúnya volt! Valaki halt! Fúj! Hm.
Micsoda? Ezek folyton jönni fognak? Vagy le kéne lőni a cuccost. Hova lett? Hát, ilyet dobnak a lányok. De hova lesz? Ezt nem hiszem el. Nem ott van benne a sarokba? Ott a konténer mögött? Au! Én kajak azt hittem, hogy ide bugolnak be az NPC-k, mert tök úgy tűnt, elfut ide, én meg kinézek, és nincsen sehol. Mondom, nem lehet, és valahogy meg mégis csak visszakerült oda. Nem tudom. Visszaspawnolt. Tök úgy nézett ki, mintha nem lett volna ideje máshova futni, csak oda be. Furcsa. Jó, hát most ez eléggé megtépázott, na. És az a baj, hogy ez még nem voltam ennyi. Nem nőnek rök. Mondtam bugot? Nem bug. Alapvetően nem bug. Nagyon ügyesen mozognak. A NPC-k rá tudnak rohanni, tudnak fedezékbe menni. Már néha hülyen googolnak és lőnek egyszerre, tehát pont fordítva csinálják, mint kéne, de amúgy nehéz. Hogyha kicsikét erősebbek lennének, akkor lehetne igazán nehéz a játék. De szerencsére, hát ehhez a mozgáshoz nem társult olyan hatalmas nagy tűzerő, de biztosan sokáig tudnak lőni még hárdan is, hogy belehaj. Hát... akkor azt hiszem, nincs más hátra. Kicsikét több armor kellene. Vortigaunt.com-a. Ja nem, ez nem is az. Jajaj. Szerencsére fejbe ez is hal. És ugye még mindig lesznek. Bespawnol az, figyeljétek. Csukodj be. Jó, ez az ajtót csak nyitni lehet. Bejönnek a szúnyogok! Mi a? Oh. Láttatok ilyen lassan repülni rakétát? Jaj! Ez persze gyors volt. Rohadjon meg. Rohadjon meg. Lőj már! Újra kellene tölteni? Újra kell tölteni. Mert hogy? Mert ebbe mi a realitás? Na még egyszer.
Újra kell tölteni, tehát miután lőttem egyet, nem kell erőltetni azt a cuccot, jó? Lövök egyet, az csá. Ja, elengedem, megfogom, betöltöm, lövök még egyet, mondom, lövök még egyet, elengedem. Ó, hát pro. Kibaszott pro vagyok. És most várom a méhecskéseket, mert azok is jönnek még majd. Vagy le kell szaladnom, betriggerelni őket, és akkor utána futni ide-vissza? Ez easy volt! Nehéznek tűnik először, de amúgy easy. Halló? Nem, nincsenek méhecskések, pedig tök úgy emlékeztem, hogy még jön majd kettő is. Jó van. Ha nem, hát nem. Jaj. Lassan fel kellene kelni egy kicsit. Jaj, én beledtem. Én nem tudok lőni, az a baj ezzel. Tehát mondom, ez valami átökül ezen a szutykon. Itt helyzeti előnyben vagyok. Au. Jó, azért nem végtelenül. Várj, csak ezek nagyon egy csomóban vannak, hé. Fúj! Fúj! És kilő? Kilő még mindig? Valószínűleg ez lesz az utcai harcos részként. Ja, amúgy... ezt használhattam volna. Efat! Mi ez a dugasz? Ja, rakéta. Gránát. Fúj! Itt a méhecskés. Milyen intergalaktikus harc folyik itt? Az ott mi? Ő éppen azt várja, hogy megöljem. Milyen kedves. Az igen. Ezt nevezem. Na jó, nincs több loot. Ja, ezek a... ezzel lehet ugrani? Ezzel? Mondom, olyan pici. Hát itt van. Jó van, ez nagyon bugos volt. Remélem ezzel csináltak valamit, mert az egybe ez használhatatlanul bugos volt. Hitman! Köszönöm szépen a hostot, hello! Hitman úr! És akkor itt? Itt még csak ugrani sem kell. Mert valahogy úgy volt megoldva Gold SRC-be, hogy ugrani is kellett, és és a megfelelő pillanatban kellett megnyomni az ugrást, hogy feldobjon. Hát feldob ez most ugrás nélkül is, tök jó.
Nem tudom, mik ezek a furcsa szellemtörmelékek, amik itt repkednek néha. Hát ez a csúnya vég. Itt volt lent armor. De rég láttunk zombit, nem? Szinte felüdülés volt. És most, ha belegondoltok, hogy honnan indult a játék, még amikor a leges-leges legelején, hogy mennyire két arcát mutatja a Half-Life szerintem amúgy, de tényleg teljesen más érzést közvetít akkor, amikor elkezdesz vele játszani. Meg most itt ennél a... Tehát nőtt a játék, nagyobb lett a tér, nagyobbak lettek a harcok. Ahhoz képest, hogy mész a folyosón és megölsz egy-egy zombikat, és ez mondjuk 3-4 órán keresztül megy, vagy 5 órán keresztül folyosón mész, zombit ölsz, folyosón mész, zombit ölsz. Aztán utána folyosón mész, katonát ölsz, és akkor lesz belőle, mész a városban, és hadsereget írtasz. Tehát, hogy skálázza magát a játék, skálázza, és ezért nagyszerű. Összehasonlítva sok másik korabeli játékkal, mert skálázódik. Értitek? Szerintem ez nagyon sok játéknek kurva fontos kéne legyen, és azért lesznek lapos fos játékok, amik készülnek nagyon sok esetben, mert nem növekszik, a léptékek, a méretek, a harcok mérete, a fegyverek nem változnak, nem nőnek, egyszerűen csak egy repetitív, önismétlő szar marad végig. Most nem példáz, tehát nem összehasonlítom semmivel, egyszerűen csak vannak játékok, amik ilyenek, és kész. De várjunk csak, innen ugrottam fel. Hogy van? Itt az ugró. Ja, mert oda... Vagy hát, miért tudjam én? Mindegy, jó az így. Azt hiszem, tudom, merre kell menni, de nem erre. Ja. Hát azért volt különleges az idejében, mert volt egy történet, amelyet előre megtervezett jelenetekkel be is mutattak. Micsoda? Kód? Kód? Mármint, hogy párhuzamot akarsz ezzel vonni? Oh, fuck. Bocs! Jó, amúgy kapta az egyik. Ja, nem, igazából az volt a téma, Toti, hogy azért lett jó a Half-Life, mert skálázza magát. Hát elindult el a kis folyosókon kis zombikat ölve, aztán a játék közepe felé folyosókon katonákat öltél, és akkor utána most így ezen a részen, most ugye utcán ölünk hadseregeket, és zombikat is, mi az alien hadsereget és emberi hadsereget is együtt értünk, még közben ők egymással harcolnak. Tehát nőtt a lépték, nőttek a méretek a játékban, és hogyha belegondolsz, akkor még egy negyedik ugrást fog csinálni a játék, majd amikor elmegyünk a szenre, és akkor ott fogjuk nyomni, egy egész bolygón fogunk harcolni, egy bolygónyi aliennel, értitek? Akkor még nagyobb lépést nő a játék, és szerintem ez tette igazán különlegessé már akkoriban is, az egyik, ami különlegessé tette, hogy skálázta magát. Ez volt igazából a téma, Toti, és sok játék ezt nem csinálja. Sok játék ugyanazzal a léptékkel fejezi be, amivel elkezdte, és unalmas lesz egyszerűen.
Mert ha belegondolsz, mit csinálsz a Half-Life-ban? Itt sem csinálsz nem sok mindent. Mész, azt lősz, megölsz mindent, ami mozog. Még hogyha a történetet nem is vesszük figyelembe, még akkor is leköti a játékost, mert mész, azt lősz, de mi a különbség? Mi a különlegesség benne? Az, hogy egyre nagyobb területeken lősz, egyre komolyabb ellenfelekre, egyre több ellenfélre, egyre komolyabb fegyverekkel. Tehát skálázódik, és folyamatosan teszi felfele a lécet, és izgalmas marad. Vagy mi? Semmi lót nincs itt? Itt fenn mi van? Egy gedvarakás. Jaj, de ezek a kis ízik! De jó, ez a zseblámpám. Értitek? A zseblámpám az ez. Menj a faszomba! Ne már! Most ez? Nézzétek, milyen cuki! Ez csak is a lába! A kis vadorzó. Hé! Erre kell jönni. Hát én azt hittem, nem erre kell. Bazd meg! Emlékszem! Jó, spoiler! Le fogunk szakadni. Fegyvert elő. Ja? Nem. Akkor ez valami más. Nem! Ne, leszakadtunk! Jó, nincs HP-m. Micsoda? Valaki volt mögöttem. Hogy mi a fasz? Esküszöm, mögöttem hallottam lövést. Oh, fuck. Jó, hogy megyek oda vissza a lyukba? Volt itt még egy szellőző, benne egy csomó lúttal. Nem szórakozom már, faszom. Jó, élet. Lehet Whitescores. De hát szerintem ez a jelenet az, hogy bemászik a csávó a szellőzőben és kiugatják, és ez közben szűrődik be a fény, ahogy jönnek az új lyukak. Szerintem ezt nem egy filmben láttuk már. És valószínűleg nem egy játékban. De hol láttuk vajon először? Ne mondjátok, hogy ez a láda... Ez a láda a szekrénynek a része. Nem lehet szétütni. Jó. Kéne loot. Loot. Ha! Picsába. Ja? Ha! Miért ugrok ide fel? Kedves.
akkor nem erre. Á, megvan. Aha. És hogy megyek vissza? Hogy megyek vissza a lútért? Igen, Balú? Hm. De a sok lút, értitek? Az a rengeteg lút. Potato. Kapta. Mik ezek a profi lövések? A kurva életben már! Jól láttam, hogy az is elhasalt. Mi van? Mi van? Ott a hulla. Megyek csézni. Megyek csézni, kész. Hát ez megy. Hát kapják. Próbálják-e átlenni az autóablakán? A fenébe. Hát ezt most elbasztam. De most várom, hogy... Most már várok. Mert pár ilyen zicset már kihagytam, hogy itt volt az állványos, és le kellett lőni mindent. És most nem jön semmi. Kupa élet. Nem, nem megyek csézni, nem, nem. Nem, nem. De bazdek olyanokat bead. Persze, bárcsak a csé adná egy a dezivel. Kurva életbe. De a játékélmény változhat online játék közben. Ezt minden játék kiírta régen, emlékeztek? Ne érezd magad nagy menőnek, mert még vitted a játékot, köcsök. Mindjárt! Mindjárt oda megyek már... Fú! Na várjál! Hogy lőjek úgy át rajta, hogy meg is maradjon a nyom? Hát most nem volt elég egyértelmű. Akkor próbáljuk meg... Próbáljuk meg... innen. Nem. Ez kérlek szépen, Toti, nem. Jó, de várjunk csak! Hé! Ezen amúgy sem marad lövésnyom. De amúgy valószínűleg nem lehet. Nem, mert itt szikrázik ezen a felületen. Na jó. Itt még elvileg valami balhé lesz. Ez gyanús. Aha. Mondom. De! Jaj, de jó, hogy potétó vagy! Na, hagyd már meg, mi van? És mi sebezhetetlen vagyok? Vagy mi a fasz? Igen, való, az így van. Jaj, mondom, én így voltam a Wolfensteinnel. De RTCV-vel. Aztán mentem multizni. Kéne amúgy, kéne egy ilyen nosztalgia enemy territory-t csapni valamikor. Úgyhogy jó pár száz órám abban is van. Ha még működne az X-Fire, akkor ott meg lehetne csekkolni, hogy nem tudom mennyi amúgy, nem tudom hány száz óra, de nem olyan nagyon sok. 400-ra emlékszem. Vagy ott X-Fire-öztünk. Meg ugye korábban még GameSpy-oztunk, ugye? De azt nem tartott sokáig nálam. Mire lett internetem, addigra X-Fire volt a divat. Biztos van még szerver elemi territórihoz? Ez tuti biztos. 100%. Kell, hogy legyen. Egy olyan játéknak kell, hogy legyen. Jó, még nem megyek ki oda. Nincs itt valami loot? Lootocska? Hát heal az van. De armor véletlenül... Ó. De! Ennyi fegyver közül válogatni.
Ne! Picsába már! Mondom, hogy egy bugos fos ez a szar. Nem bugos, csak... Na, nem bugos. Nagyon jó. Szerintem a revolver broken. Az igen. Ez se volt itt. Mi történik? Mi harcot tettek ide? Ez nem volt ilyen, ez tuti nem volt ilyen early-be. Pazd meg, vedd már ki az AD-est a kurva életbe, hogy addig nem lehet fegyvert váltani. Ja. Azért kapta, azért meglett. Itt van még egy Bunkowski, valahol. Rám kell lőnöd? Komolyan? Tényleg azt hiszed, én vagyok az ellenség? Szerintetek egy láthatatlan pajzs védi? Vagy mi a faszom? Te, én készülök. Na, ez kicsit overkill volt, de azért érzitek, hogy kellett. Hogy arra tettem a kerekét? Most hát mehet fel a téli. Na. Tűzön nem lehet átlőni. Aha, értem. Lehet, hogy nem. D&D és tűzpajzs. Ez mi? Jós, Tárasz, mikor került ez ide, bazd meg? Végignézte az egészet, csendbe? És nézd meg, hova fut? Mocskos bunkó. Flankel? Hogy rám flankel? Nézzétek a kis bunkót. Rám kerül. Azt hiszi, ez Battle Royale. Az meg. Egy láb. Gazdátlan láb. A test már nem létezik hozzá. Bogárágyut? Nem szeretem most a bogárágyut valamiért. Jó, tudom, hogy erős, hogy minden. Csak valamiért nem szeretem. Nem... Nem úgy cuki. Valamiért nem bejövős. Végül is ez Battle Royale, persze. Csak sok az NPC, sok a bot, de amúgy alapvetően az. De azt már tudjuk, hogy ki fog nyerni a végén. Hát azért a Chicken Dinner az itt van Gordonnál. Már most. Jó. Mennyi az idő ilyenkor? 18:42 már is? Tehát elrepült 3 óra Half-Life-val így? Hogy? Hogy így? Így? Hogy? Így? Hogy? Nem akkor... Várják, karaj, ennyire ne szaladjunk előre, még nem tudjuk. Még nem tudjuk. Még az Elixben sem tudjuk meg. Főleg, hogy ez ugye az előzmény sztori. Majd a Half-Life 3-ba. Vagy, ugye? A 4-be. Vagy az epizód 3-ba. G-Man. Na, lehet, hogy G-Man. Az nyer. Az egy csaló. Így van, még a Lambda Complexing... Nem tudok ma beszélni. Mi a faszom van? Nem megy.
Nem megy a kommunikáció, értitek? Nem, ez ott semmi. Még a Lambda komplexig se jutottam el. Ja, nem erre, bocs. Jeter? Nem lesz három. Hát, te meg aztán, te aztán miből gondolod? Főleg most így az Elixnek a kapcsán. Ezt múltkor megtárgyaltuk? Jó, de valószínűleg nem voltál itt. Hogy ezért rohadtul kell, hogy legyen. Tehát képzeld, fejlesztettek egy engine-t, fejlesztettek új eszeteket, vannak új modellek, új hangok, új textúrájuk, mindenük, tehát gyakorlatilag van egy teljesen kész egy teljesen kész egész, amit már csak össze kellene rakni újból, mert most összerakták Elixnek. Most szét kell szedni az Elixet, idézőjelbe, és össze kell rakni újból egy Half-Life A. Igen. Szóval, tehát ez egy olyan zicser, amit nem hagyhatnak ki. Ott van minden, csak legózni kell egy évet. Esetleg kettőt. Nem hiszem el, hogy ennyi, tehát az hatalmas szoftveres fejlesztő. Az Elixen 5 éve dolgoznak, csak mondom. Tehát 5 éve dolgoznak a Half-Life Elixen, ez hivatalos, ez múltkor olvastam valahol. Tehát 5 éven keresztül dolgoztak egy szoftveren, számolt ki mennyi munkabér, kérlek szépen. Benne van minden, az engine fejlesztés is. És számolt ki, mennyi dolgoztak egy VR headseten. Valószínűleg a töredéke nem volt a fejlesztési költség. Szerintem legalábbis. Én nem értek hozzá, de én nem bírom elképzelni, hogy drágább volt a VR headset. Ez egy nagyon drága játék most a Valve-nak. Ezt elhiheted. 5 éve csinálják. Hát, te meg aztán mit akartál? Sok barátodat megöltem már. Ott a loot, bazd meg, de nem kell HP. Hiszem, de persze alapvetően én is hiszem, ha látom, de minden jel arra mutat. Minden jel. Hányan dolgozhatnak egy Half-Life-on, mondjuk a Valve-nál? 200 ember? 300? De mondjuk számoljunk 200-zal. Tehát 200 ember 5 évnyi, tehát ilyen komoly bérezések mennek el, tehát nyilván nem 500 000 forinttal kell számolni egy hónapra. Számolt ki 5 évig mennyi pénzbe került azok a fejlesztők, az egész infrastruktúrát fenntartani, hogy az Elix elkészüljön, a áramot, a mit tudjam én, a szórakozást, ugye, az irodát fenntartani. Minden bazd meg, nagyon-nagyon komoly pénzek. Nagyon-nagyon komoly pénzek. Hát, ez igen. Kétszáz max akkor, ha takarított meg a pizzafutárt is beleszámolod. Mert 200 mi? Az igen. Tinta. Amúgy ott nagyon komoly szerződések mentek, tehát szóval csináltak egy játékot, 5 éven keresztül fejlesztettek egy Half-Life címet. 5 éven keresztül fejlesztettek egy Half-Life címet, és senki nem tudott róla, érted? Senki nem tudott róla 5 éven keresztül. 200 emberrel, mondjuk 300-zal irattak alá olyan szerződést irgalmatlan mennyiségű pénzért, amiért az a 300 ember 5 éven keresztül befogta a száját, és nem adta el milliókért egy lapnak. Iszonyat pénz, el sem bírom képzelni. Nagyon sok, nagyon-nagyon sok. Miért fizettek volna ki ennyi pénzt egy szoftverért? Azért, hogy csináljanak egy játékot, ami eladja a VR headsetet? Hát ez a legnagyobb logikátlanság ever. Jaj! Nem akartam leesni még. Mekkora az esése?
Sem ekkora. Egyáltalán nincs esése, ez most kiderült. Állj le! Állj le! Ú, de féltem, hogy elakadott a semmibe. Mit tudja, jobb a Valve Mirror, mint egy Rift? Jobb a motion sensor, én úgy tudom. Jobb a képfrissítés, jobb a felbontás. Alapvetően hardveresen minden tekintetben jobb. Nem azt hiszem, hogy a felbontásban pont nem. Felbontásban azt hiszem most a HTC-nek a új szarja jobb. Egy csipetnyivel. Valaki próbált? Én próbáltam VR-t, PlayIT-n. A PlayStation VR-t, meg az új HTC-t próbáltam. Én nem nagyon vagyok, hogy mondjam, engem nem ejtett rabul. Az a helyzet, nem éreztem jobbnak. Én jobbnak éreztem az Avatart 3D-be, mint azt a VR experience-et, amit végignéztem. Azt a kettőt. Egyik se tetszett jobban, mint az Avatar. Úgyhogy nem 3D volt a környezet, hanem csak egy képet láttam 3D-be, az nekem jobban bejött valamiért. Igen. Nagyon jó a kontroller, tényleg. Tehát mindegyik új adat külön be tudod hajtani. Tehát így be tudsz mutatni, meg egy csomó interakció, csomó gesture-t rá lehet fejleszteni. Gesture. Bocsánat. Na, most elméletileg... Ja nem, ez egy hasonló hely. Á! Ezek gyorsan meghaltak itt, kérem. Ide kellek ám valahol, innen kell szereznem egy csávót, aki beenged ezen, a kapun. Ugye Vice-korsz, ugye? Ugye? Nyolcvan ember? Csak 80? Én nem IMAX-be láttam. Én sima a Cinema City 3D-be, de ott is nagyon jó volt. Álmodatba ejtő volt. Azóta nem láttam olyan jó 3D-s dolgot. A valóságon kívül. És hogyha egy VR experience, ami benne van a nevében, hogy az meg kellene mutatni, hogy valójában mi a VR. Nyilván ezek ilyen kis 5-10 perces ilyen kis vackok. Tehát nem teljes értékű játékról van szó. De ha valaminek meg kellene mutatni, hogy mi a VR, azt gondolom ez. Azért hívják VR experience-nek. Sem a PlayStation VR, sem a HTC Vive nem tudta azt átadni, amit az IMAX 3D. Nem, amit a sima Cinema City 3D. Tehát nem az IMAX 3D, az más szabvány. Szóval nekem én nem vagyok annyira így ráhájpolódva a VR-ra. Ha lenne miből, már valószínűleg vettem volna, de csak azért, hogy legyen. Mint amilyen nagyon sokan azért vették, mert van miből, és hogy legyen. Nagyon kevesen vannak szerintem azok, akik tényleg összekuporgatták rá a pénzüket. Persze tisztelet azoknak, akik tényleg úgy tudtak rá összespórolni, hogy az nekik a szemük fénye. Mi a faszomba akadtam el? Hát ez nem most volt. 10 éves az Avatar? Mikor? Nagyon körül lehet. Még egy csomó gedva. Oh fuck. De... Ne! Menjetek innen! Több? Az igen. Na már bazd meg. Ilyen! Sárkány reflex! Kibaszott sárkány! Ezek a régi membrános billentyűzetek. Nagyon sokáig ilyen nem fejlesztettem, amíg nem volt mechanikusom. Van egy-két nagyon-nagyon-nagyon régi, hasonló, ilyen 20-25 éves
Van egy olyan membránosom, azon nyomtam sokáig, nem a régi PS2 van rajta, hanem még a nagy kör alakú DIN. DIN csati, azzal nyomtam, az a PS2 kompatibilis amúgy. Ezt nagyon-nagyon szerettem. Mai napig tök jó. Kicsikét kikeményedtek a membránok benne, a gumik. De jó. Annál jobb, minél keményebb. Pihentethetem rajta az ujjamat. És mivel nem gépírással foglalkozom, nem is kell, hogy olyan kibaszott gyorsan tudjak vele írni. Ja, igen, olyasmi. Valami volt itt, ajtócsukódást hallottam. Elméletileg egy biztonsági őrt kellene keresnünk, aki beenged minket ott azon az ajtón. Hi! Na, bazd meg. Ú, de jó, még van egy rakétánk. Megáldott minket az úr. Ja, hogy ketten vannak? Á, na az úgy már is szopás. Jó. Szerintem halt. Az egyik. Jó, Mr. Lövész, kilőnéd a zombikat? Ne nekem kelljen már. Hajrá! Hát amúgy, nem, ez csak engem akar, tehát a zombit nem bántja. A zombi az barát. Ó, te atyaig. Ó! Mert a hal az nem lakoma, csak koma. Jó, a kurva béna, de kb. Úgy lő, mintha én lőnék, tehát teljesen legit az a helyzet. Kurvára hihető, mert... Láttátok, hogy mit művelek amúgy a lézerpuskával. Hát, hasonló. Valami loot? Ó. Oh. Mondjuk ügyesen leszkriptelték a srácok. De a zombit lőd már le ott fent! Ja, Istenem. Jaj, ez rakéta volt? Valamit felvettem. Igen. Ez balfasz. Mi repült el idáig? Az úgy érdekelne. Mi volt az, ami onnan idáig visszarepült? Láttátok egy törmeléket? És ide csapódott be, mert hallottam a hangját. Na jó. Ha lett volna két rakétám. De nem baj, mert így legalább élveztük ezt a kis szkriptelt lövöldözést. Na, mi a fasz van? Hát nem oda kéne visszamenjek. És akkor itt lent? Nem. Jó van, gyere! Jó, hát igen, de hogyha itt lemegyek, akkor sem vagyok előrébb semmivel. Miért jó nekem itt? Szép a kilátás. Jó a levegő. Vagy esetleg... Ja, itt jöttem fel. Aha, itt jöttem fel tényleg. Hopp, egy lőszer. És itt jöttem be eredetileg, igaz? Igen.
teljesen körbe tudnánk menni, csak nincs értelme. Szelepet? Azt mondod? Szelepre gondolsz? Tehát nem a... Tehát nem a fejlesztőre. Én most fel tudtam ideugrani, hát ez csoda. Nem tudom, eddig miért nem sikerült. Ja, azt ott! Á, az a nagy piros! Lehet. Volt már egy csomó játékban, ami csak dísz volt, úgyhogy már rá sem megyek. De lehetséges, mert ez pont úgy néz ki, mint amit a sniperek védtek. A sniperek. Hát mert miért ne ugorjunk be a szmöcsibe, jó? Hát persze. Természetesen. Mert nem volt még elég a sötét barlangokból és gedvából. Na ez gond. Amúgy ez kurva jól nézett ki. Volt itt valaki, de hol a fakban van? Hoppá. De a... Jó, tudom, a hátizsák az... Jó, erről ennyit. Jaj! A de a VH-s geci, hát még ki se bújtam, de már lőtt. Ja, jó volt ez. Jó volt ez így. Hát ezeket klóbáról is meg tudom ölni, de olyan jó lövöldözni rájuk. Kicskét. Kielégíti az érdeklődésemet a játék iránt, hogyha most lelövöldözöm őket. Bármennyire is lőszerpocsékolás. Csak hát... Vagy ezek túlélik a kis gecik. Valaki még él. Nagyszerű. Oh, hello. Amúgy Early Access óta sokkal jobbak lettek a fények. Nézzétek meg, ahogy átszűrődik ott azon a rácson. Tök jó lett. Nagyon szeretem ezt a kisugárzás hatást, nagyon-nagyon bejön. Nem tudom, pedig egy egyszerű dolog, tehát már jó ideje nézegetjük a játékokban. Nem egy új keletű történet, de nekem tetszik. Szeretem, amikor módjával használják. Amikor nem az van, hogy minden egyes sarkon valamit fénybe csillan, meg mit tudjam én, hanem amikor éppen úgy van, amikor úgy éppen elérni a kellő hatást, akkor alkalmazzák. És ez úgy tűnik, hogy a balansz az itt most megvan. Armor kéne. Ez nekem gyanús, hogy ez valamire kell. Véletlen. Előbb találtam meg a kirakósnak a darabjait, mint magát a puzzle-t. És akkor ez most elaludt, akkor ez most nekünk miért jó, hogy elaludt a bödön? Ott már nem ég? Á, de nézzétek, még mindig fehéren ízzik, de jó! Csak hozzá ne érjünk a kis lábunkkal. És arra ott mi van? Itt már volt? Be... Benigusztus talankodik. Ó. Oh. Minden sarokba el kell nézni, már mondtam. Nem szabad kihagyni egyetlen egy sarkot sem. Mindenhova be kell kuksizni, mert ott lesz a lútocska is. Jó, nem égeti a lábunkat. Jó, még jó, hogy van egy ilyen fasz a ruhánk. Szia, Rishan!
Amúgy 19.03. Itt egy nagy harc fog mindjárt bekövetkezni. Az a helyzet, hogy nekem el kellene mennem szünetre, és neki kellene állni a Penumbrának. Ezt a harcot megcsináljam még? Na jó legyen. Úgyis késtem egy kicsit. Inkább ez legyen meg a 3 óra, mint a Penumbra, nem? Ó, üdv. Don't that beat all. You're Dr. Freeman, aren't you? Hát nem. Well, the good news is, I just ran into the only guy for about half a mile who has Lambda codes. Bad news is these guys are blocking the freaking goal line. Jó, van, megoldjuk. I say we do this nice and quiet. They look distracted enough. Engedj ki, a többit megoldom. De milyen jó, hogy téged itt hagytak élni. Míg ugye itt mászkálnak lenne a katonák, és én leskelődik, mint egy kis pacok. Nincs vele gond, de az tény, hogy lassabban telik az idő. Na jó, van. Hát először próbáljuk meg. Úgy, hogy kinézek magamnak egy ellenfelet. Jöjjenek csak fel! Sorba! Szabad! Ez így a legkönnyebb. Ja, és már jön is! Már jön is! Ennyi? Jaj, nem már! Ez is egybetárgy. Nem lehet, hogy megint felszállunk a helikopterrel? Csak ki kéne nyitni ezt a hangárt. Lassabb játék, az idő is lassabb. Az ember... De ez biztos észrevettétek. Gyorsabban telik az idő, ha pöröksz. Ha sokat dolgozol, ha sokat szórakozol, mindig folyamatosan mész haverokkal egyik hétvégén ide, másik hétvégén oda, sőt, esténként mindig van valami kis terv. Az idő gyorsabban telik, úgy pörögnek a hetek, mint a kurva élet. És ez nagy léptékben is, meg kis léptékben is igaz. Ha lassú játékokkal játszasz, lassabban telik, ha gyorsan, gyorsabban, ennyi. Na jó, szerintem haladjunk F-at. Nyíljad ki! Ja, hogy én nyissam ki. Nekem úgy is jó. És akkor most itt vagyunk lent. Jó, ne... Jó, de ne siess, mert lehet, hogy gond van. Itt mondtam? Nehogy meghaljon, mert akkor nagy gond lesz. Hát, jó, most éppen nem lesz bulizás, úgyhogy mindenkinek kicsikét lelassul az idő. Így van, így van. Nézzük a dolog jó oldalát. Már ha van, de hát alapvetően van, mindennek van. Figyelj, te kell lesz. Jó, a méhecske gán, az ide már use lesz. Au. Meghalt. Lelőtte pisztollyal? Az igen. Codename Cure. Ú, próbáltam én, ezt nekem nem jött át. Valódi út sem lesz. Én azért bízom benne. Nagyon egy negatív csávó vagy, te karaj, amúgy. Erre a pessimisták azt szokták mondani, nem pessimista vagyunk, csak realista. Legjobb szöveg. Nem kell ilyen negatívnak lenni. Jaj, az meg is becsukódott az ajtó. Ne legyél negatív, ne legyél. Ne gondolj bele ilyenekbe, csak éld az életed, bakker. Wait,
Egerű sem. Ellenségek voltak a Vortigauntok, bizony, bizony, bizony. Addig is megvan a történet, hogy miért lettek barátok. Tehát a játékból amúgy nem derül ki, úgyhogy elmondom. Meg hát már hova spoilerezzek le egy 20 éves játékot, 25 éves. Mikor a Half-Life? 25? Na mindegy, 23. És becsukta az ajtót, hogy megvédjen. De az a lényeg, hogy a Half-Life egy végén, hogy a Niliátot fogjuk legyőzni. Most Niliát, ő egy ilyen gonosz elnyomó diktátor-szerű lény, gyakorlatilag, aki rabszolgasorba kerítette a Vortigauntokat. Vagy valami ilyesmi. És azt már nem tudom, hogy pontosan mi volt az indíték, hogy mi átmentünk a Xenre, de azt hiszem az, hogy ez a Niliát egy ilyen gonosz lény, aki amúgy több galaxisokat is, nem feltétlenül galaxisokat, de hogy több különböző fajokat, különböző naprendszerekből próbál az uralma alá keríteni. És akkor ahogy a Vortigauntokkal csinálta, hogy rabszolgasorba taszította őket, most az emberekkel is azt próbálja csinálni, ide küldi a kis hadseregét, hogy rabszolgasorba kerítsen minket. Na most ez kiderül a Half-Life 1-ben, Niliátot megöljük, és azáltal, hogy magunkat ugye megszabadítjuk az ellenségtől, azáltal a Vortigauntokat is megszabadítjuk az ellenségtől, és onnantól kezdve Gordon Freeman lesz az Isten, aki felszabadította őket. Tehát gyakorlatilag a háttértörténet az ez, ami a játékban nem derül ki, de ez igaz volt. Azt már nem tudom, hogy a Combine az hogy jött be a képbe, de ja. Mert hogy a Half-Life 1-ben Combine haderő nem volt, tehát emberek ellen harcolunk. Tehát ők itt nem Combine katonák, hanem ők az emberi kormánynak a emberei, gyakorlatilag az emberi katonaság, akik ugye próbálják eltusolni a dolgot, de hát nyilvánvalóan elég kicsi sikerrel. Hogy a Combine is... Nem tudom, hogy hogyan kapcsolódik be ez a Combine, annak is megvan ám a történet, csak az a baj, már ködös. A kettőben vannak ilyen Vorti ellenségek. Nem, nincsenek, pont az a lényeg, a kettőben barátok a Vortik. Más zombik voltak, különböző lények, de ők nem egy faj a Vortikkal. Mert csak ők a Vortik. Tehát csak ők. Ők itt. Akik így néznek ki. Nagyon sejtelmes. Mi ez a hely? Ez tök nem dereng. Ez csak rádió. Mondom, hol beszélgettek a katonák? De sok lút van itt, de mi a fene volt itt? Mi ez a hely? Tök nem dereng. Egyáltalán nem emlékszem rá, pedig nemrég játszottam, egy éve játszottam az Early Access-szel. És ez szerintem így nem volt benne ez a rész itt. A lényeg, hogy Niliát egy ilyen mind control-szerű képességgel irányította a Vortigauntokat, meg más lényeket, őt viszont a Combine uralta. Igen, sejtettem, hogy valami ilyesmi. Előnök menekült el egy másik világra, ez volt a Xen. Amikor a kísérletet végzed, akkor gyakorlatilag lehetőséget adsz, hogy tovább meneküljenek egy új világra, a Földre. Aha, igen. Aha. Viszont ezután már a kombányosak szenen keresztül jut a Földre. Aha, értem. Kösz. Már így nem volt világos. Még egyszer régen olvastam. Valahol, nem tudom. Bár szerintem van az 5-6-8 éve, nem tudom mikor jártam ennek komolyabban utána. Régen annyira nem érdekelt, mert csak játszottam a játékot, aztán elkezdett kurvára érdekelni. De hát a memóriám az még mindig szar. Elméletileg most lesz egy olyan rész, hogy lesznek méhecskések, meg automata löveg, meg mit tudjam én.
Lehet, hogy rosszul emlékszem. Jaj, hello! Jaj, jó, akkor bazd meg! Te nem tudom, honnan a faszomból jöttél, de... Vissza akartam menni. De nem lehet. Hát igen. Ez előtört. Úgy mondta, hogy hát én most megmutatom magam. De bazd meg! Elakadtam! Jaj! Hello! Nyilván gondolom felesleges vele harcolni. Menjünk itt fenn. A fele. Ha nagyon futok, lehagyom, igaz? Tudom, milyen most. Jó, ezt a puzzle-t még megoldjuk, aztán penumbra, jó? Hol az ellenség? Jaj! Igen. Őt nem lehet csak úgy megállítani. Milyen hülye lapos feje van? Jaj! Bocs, nem akartam beszólni. Jó. Na most, őt valahogy el kéne csalni. Nem tudom, hogy hogy. Mert hogy van itt ez. Ez a vacak. Valahogy ezt lehet mozgatni. Ez egy ilyen műholdas levő. Jó, csak kijelölöm a célpontot, és... Jaj, de bazd meg, hogy mozorog. Jó, fire. Fire. De most ide lövök magam mellé. Az baj. Nem is műholdas. Bazd meg, meghalt! Jó. Ennyi volt. Féltem, hogy nem találom el rendesen, mert hogy... Jó, és akkor itt kellene valamit ledönteni. Vagyis berobbantani a kaput? Vagy... Mi a fasz van? Jó lett ez a ránézek és útcélzok. Ezt ugye... Hát még a Doom 3-ban láttuk először ezt a megoldást, akkor is kurvára tetszett. De a Source Engine-vel is megcsinálható. Kicsit vibrál, de szerintem ez direkt van így. Mi? Láttátok, hogy pattant egyet? Ja, akkor nem. Valamit le kell dönteni. Azt a tornyot? Azt hiszem azt a tornyot. Úgy kurva jó, hogy megcsinálták, hogy zuhan lefele, ez nem volt benne, csak lőtt. De csak robbant is. Jaj, 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 jaj. Nagyon jó. Nagyon jó. Ahhoz fel lehetett volna menni. Benni mire számított? Jó, még visszamegyek lootért, ugye? A loot. Armor kéne. Remélem megcsináltátok a képkockákat. Küzdött vele a 1070 kirenderelje. A játék akad be... Ez most a játék volt. Quality render, real time. Hé, miért lehet ide lejönni? Hé, van itt valami loot? Talán? Ha? Vagy egy kibaszott cápa? Miért tették ezt ide, ha nincsen semmi jelentősége, ha? És loot sincs benne. Maga a borzalom. Na jó, menjünk tovább. Vájckos, szóval ilyesmi, de... Ja. Igen. Furcsa. Furcsa kicsit.
Half-Life 1-ben ez valami lézer volt, azt hiszem. Valami ilyen műhold lézer. Most úgy nézett ki, mint egy arti. Jó van, aztán ennek a dudálásnak már legyen annyi, mert kezd idegesíteni. De hát White Scores, a puzzle? Ez puzzle. Bármi történjék is. Nem az a lényeg! Ez majdnem rám esett. Ez rám esett. Ez nem csak majdnem, ez kibaszottul rám esett. Akkor most gyorsan. Kösz. Jó, ez egy új fejezet. Rendben, itt lesz vége. Azért mit laggol a stream a kurva életben? Nézem, nézem, borzalmas. Áh, köszönjük UPC. És az érdekes, nem lehet megállapítani nézőként, hogy mikor laggol a stream és mikor laggol a játék. Az esetek 99%-ában a stream laggol. Sajnos. Na jó, mindegy, eznek legyen itt vége. Itt most lesz egy harc, meg egy kis gusztustalan rész. Ezt a részt itt nagyon nem szeretem, aztán hát első jutottunk a lambdakorig. Ez a játék hosszabb, mint emlékeztem. Nem baj, nem baj, nem baj, nyomok egy kis mentést, nyomok egy nagy mentést, és akkor elmegyek egy kis szünetre. Itt lesz vége a Half-Life-nak. Szerintem megvolt a 3 óra belőle amúgy. És akkor folytatom a Penumbrával, ez sikerült megoldani a magyarítást, de majd akit esetleg érdekel egy minimális kis technikai apróság, nem túlzottan sok, akkor annak egy fél perc, be majd elmutatom a következő résznek az elején, mármint hogy a szünet után, hogy mi volt az a hatalmas nagy bravúr, amivel megoldottam. Nem, hogy egyáltalán nem volt nagy bravúr, de mindegy, mindjárt jövök, eltűnök egy 5-10 percre, kicsit felkelek, kinyújtóztatom magamat, aztán jövök vissza a Penumbrával, rendben, na. Senki nem menjen sehova, aki mégis, az már nem fog tudni visszajönni, mert hát van. Na, egy pillanat.